A Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában semmi nem olyan, mint amit a magyar iskola rendszerben megszokhattunk. Minden hónapnak van egy tematikája, amely köré a tantárgyak rendeződnek. Most például a dinoszauruszokról tanulnak, ebben van földrajz, matematika, történelem, technika és énekóra is. A gyerekek még őslénykutatónak is beöltöztek. Kakiból és a fogból lehet megtudni, hogy melyik húsevő, meg melyik növényevő. Itt játékosan tanulunk, de mégis nagyon jól tudunk angolul. Ez egy hiánypótló, részint az ideérkező kutatók, oktatók, esetleg befektetőknek a gyerekei számára egy lehetőséget, választási lehetőséget biztosít, hogy olyan intézménybe járhassanak a gyerekek, hogyha majd innen elmennek, akkor gond nélkül csatlakozhatnak egy másik nemzetközi iskolához. Egyelőre egy külföldi fiú jár ide, két szegedi lány pedig úgy jött az iskolába, hogy egy szót sem tudott angolul. Az alapítványi iskola célja, hogy a gyerekekből a világra nyitott, érteklődő felnőtteket neveljen, amit tanulnak, ahhoz élmények is fűződjenek. A tanítás angolul folyik, nem osztályozunk, nincs osztályozás, nincs magolás, tehát arra tanítjuk a gyerekeket, hogy gondolkodjanak, és nagyon barátias családi hangulat van az iskolában, tehát ebben mindenképpen különbözik. Ami azonos, természetesen mi is tanítunk matematikát, angolul hozzáteszem, meg minden más tantárgyat, ami ebben a korosztályban van, a magyar órákat természetesen kivételesen magyarul tartjuk. Azzal, hogy nincs osztályzás és dolgozat, csökken a gyerekekben a stressz, ezzel pedig nő a teljesítményük. Olyan feladatlapokat töltenek ki, amelyeket az órákon is gyakorolnak. Ezek eredményéből a pedagógusok látják, miben kell még fejleszteniük. Erről értesítik a szülőket is. A tervek szerint az angol mellett a francia nyelv oktatását is elindítják.